kedves vendégeink, mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök újra itt a főtéren, advent második vasárnapján, és mindenkit megkérek szépen, hogy ide a színpad elé fáradjon, mert a hangosítás úgy van beállítva, hogy innen lehet jól hallani és látni mindent. És nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Vinnyi Győző országgyűlési képviselő urat, és meg is kérem, hogy ossza meg velünk az adventtel kapcsolatos gondolatait. Nagy tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm az érdeklődő tiszalöki polgárokat. Itt advent második vasárnapján, a második, a remény gyertyájának meggyújtása előtt. Ez a szó, hogy remény, nagyon sokat jelent nekünk, magyaroknak, meg minden embernek, éljen bárhol a világon. Mert ha a vallási tartalmát nézem, akkor ugye a zsidó nép várta a messiást, a remény, hogy eljön egyszer a messiás. Mi is várjuk Jézus megszületését, a várakozás időszakában vagyunk, az adventi időszakban. Ugye az Úr eljövetele, hogy latinról fordítjuk, lesz az időszakot, azt a 4 hetet, amely Jézus megszületése előtti időszak, és ilyenkor mindig egy picit elgondolkodik az ember. Elgondolkodik az ember a saját földi életén, családja életén, ha itt Tiszalökön lakik, akkor az itteni történéseken, és valahogy egy picit ebben a felgyorsult világban elcsendesülünk. Elcsendesülünk, gondolkodunk, a lelkünket feltöltjük, és tulajdonképpen az, ami a hit gyertyája után jön, a remény gyertyája, hogy van remény egy jobb életre. Én úgy tudnám önöknek ezt megfogalmazni, hogy sohasem szabad feladni a reményt arra, hogy egy kicsit jobb lesz a világ. És a manapság nagyon nagy szükség van erre a gondolatra, mert a világ elég bonyolult körülöttünk, elég nehéz és bizonytalan időszakot élünk, a közvetlen szomszédunkban háború zajlik. Ha megengedik, megosztom önökkel anyukám gondolatát, aki 1939-ben született, amikor a II. Világháború kirobbant, akkor született meg, és azt mondta nekem valamelyik nap, hogy kisfiam, hát én nem gondoltam, 84. éves, hogy az én életemben még lesz háború. Ugye nekünk a háború, vagyis nekem, meg a többségnek már csak történelemkönyveket jelent, hiszen alig vannak már közöttünk, akik átélték a II. Világháborút, és az egy olyan szomorú mondat volt, hogy én nem gondoltam, hogy az én életemben még lesz háború, és kérdezte, hogy mi lesz velünk? Átterjedhet ez a háború? És mondtam, hogy hát remélem nem, de biztosan hát nem tud mondani senki, ezért kell fordulni lelki tartalommal az Úrhoz, hogy egy jobb világot hozzon el nekünk, és itt ebbe a földi zarándoklétbe tisztességesen tudjunk élni, egymásra odafigyelve, egymás értékeit felismerve, és ezeket az értékeket megbecsülve, így karácsony közelettén. Úgyhogy mindenkinek jó egészséget kívánok, családi örömöket, közösségi életet, mert hiába van itt egy szép, még talán ezt elmondom önöknek, egy szép megújult főtér, hogyha nem jönnek el, nem alkotunk közösséget, hál' Istennek most többen vagyunk itt, ha nem érzünk felelősséget a másik ember iránt, a település iránt, ahol élünk, akkor egy kicsit magányosak vagyunk. Magányosak vagyunk nem csak a szó fizikai értelmében, hanem a szívünkben is. Ezért kell a szívünket és a lelkünket ilyenkor feltölteni, a várakozás időszakában odafordulni a másik emberhez, megkérdezni tőle, hogy hogy vagy, milyen az életed. És hogyha elmondja, akkor megtisztel bennünket. És akkor mi is elmondjuk a mi életünk, hát örömeit, bánatait, sorsfordításait, és akkor egy kicsit jobb lesz a világ. Úgyhogy én így kívánok önöknek, advent második vasárnapján, közeledve a karácsonyhoz, békés, boldog karácsony. Nagyon szépen köszönjük képviselő úr jó kívánságait, és mi is viszont kívánjuk neki és mindenkinek, aki itt van a téren, békés és boldog készülődést kívánunk majd az adventi időszakra. És most pedig következik egy hölgy, aki többet magával az augusztus 20-ai ünnepségen a Tiszalöki Mámor Daltánc Színház tagjaként Tiszalök Város kitüntető díjban részesült.
Nem csak csoda szép, ő is és a hangja is, hanem nagyon tehetséges és fantasztikusan énekel. Szerintem senkinek nem kell bemutatni, mindenki ismeri. Fogadjuk nagyon-nagyon sok szeretettel Heckmann Böbét. Minden tartozást.
hogyan tudnám tovább lépni, amiben hittél, az már nem a tiéd. Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami szíveden ég. Homokba kell írni a bűnt, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba kell írni a szót, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden és jó havas tél, hogy vígan törzsd a szünidőt. Fehér háztetők, hát eljöttek az ünnepek, fényben fürdik a világ. Csillogó szemű kis emberek úgy várják már a Mikulást. Sül már az ollós, sütemény, az alma mosolyog az asztal közepén. Narancs és szegfűszeg illat a szám. Este a család egy kis fenyőt körbe áll. Ma éjjel csillagpor és húszitál, míg teljesül egy kívánság. Nyisd ki hát a szíved, hogy lásd a csodát, szálljon angyal.
köszönjük szépen, ez nagyon szép volt, és aki szeretné még hallgatni Böbét, az a Forgatagban megteheti, szeretettel várunk mindenkit majd december 15-én, 16-án ide a főtérre, ahol Heckmann Böbét is meghallgathatják. És most pedig felkérem dr. Vinnei Győző országgyűlési képviselő urat, hogy gyújtsa meg az óriási adventi koszorún a második gyertyát, lobbantsa lángra a remény lángját, és reméljük, hogy béke és szeretet fog uralkodni a világban.